Ildikói karácsonya tavaly nem a megszokott módon telt. Szüleivel a közös családi ebéd helyett sétálni mentek. Ez volt az ajándékuk egymásnak. Ildikó ugyanis szigorúan betartotta a korlátozásokat, hogy védje szeretteit a koronavírustól. Azt gondolom, hogy a szerencsések közé tartozom, hogy az összes felhő a karácsonyom az volt, hogy nem tudtunk összeállni. De hogy tényleg nem könnyű nem mondani valamire, amit az ember szeretne. Ez tényleg így van. És tényleg az, hogy a másik azt érzi, hogy esetleg hogy amiatt, hogy nem találkozunk, nem szeretem, ez még nehezebbé teszi, hogy felelős döntést hozzak. A családi összejövetel lemondása azért is volt fájdalmas Ildikó számára, mert a járvány előtt a közös étkezéssel ünnepeltek karácsonykor. Ilyenkor a szülei hozták az ételt, ő pedig tiszta otthonában várta őket. Ildikó évek óta azt kéri a családjától és a barátoktól, hogy karácsonykor ne adjanak ajándékot egymásnak. Nálunk, amíg nem így volt, elég feszült volt már a család, mire oda kerültünk az ünnepi asztalhoz, és mindig azt láttam, hogy aki a legtöbbet tette bele, az tud a legkevésbé jelen lenni. És ezért én ezt úgy érzem, hogy ez tényleg nekik is ajándék, mert hogy így pont annyira vannak leterhelve, ami után még tudnak a másikra odafigyelni, és úgy leülni az asztalhoz. Kolina is a hagyományostól eltérően ajándékoz az ünnepekkor. Zöld életmódja miatt nem akar tárgyakat felhalmozni. Inkább közösen töltött időt kér és ad karácsonykor. Egy élményt adni, amire tudod, hogy a másik vágyik, vagy egy olyan színdarabot rá elvinni a másikat, ami tudod, hogy így az ő stílusa, vagy egy olyan koncertre, szóval ilyenből is rengeteg lehetőség van ma már, és ugye általában ezeknek a jegyet is már online veszednek, szóval ez is teljesen hulladékmentes tud lenni. A Tudatos Vásárlók Egyesülete évek óta a hasonló szempontok szerinti karácsonyi készülődést népszerűsíti. Szerintük az adományozás is jó megoldás. Az egy nagyon szép gesztus karácsonykor, hogyha mondjuk lemondanak a tárgyajándékokról, és akár együtt elhatározzák, hogy ennek vagy annak a szervezetnek adományt adnak közösen. Ez tulajdonképpen mindenkinek jó, a bolygónak jó azért, mert kevesebb ajándék, kevesebb hulladék keletkezik ebben az időszakban, és azoknak a szervezeteknek is jó, akiknek a szociális tevékenységhez, jótékonysági tevékenységhez így plusz bevétel jut. Kolina számára is fontos a tudatos vásárlás. Új tárgyak megvétele helyett sok mindent használtan szerez be, és erre biztatja a környezetét is, ha ajándékozásról van szó. Több barátom is mondta, hogy így, hát Kolina, neked nagyon nehéz ajándékot adni, mondom, hát igazából nem is szükséges. És én sokkal jobban értékelem azt, hogyha mondjuk tényleg elmegyünk valahová együtt, és csinálunk valamit, és az időnket szálljuk egymásra. Így lehet a kevesebb, néha több, karácsonykor is.